A 63. bányásznap mellett az idén 21. alkalommal tartott villamos nap is fontos esemény Tatabányán. Az erőműben tartott ma délutáni ünnepi rendezvényen ott volt Bencsik János országgyűlési képviselő és Mit Csaba polgármester is. A megjelenteket Kamarás Zoltán ügyvezető igazgató köszöntötte és mondott rövid beszédet. Ezután a jubilálókat köszöntötték, igazgatói elismeréseket adtak át, és a tavaszi árvízi védekezésben részt vett dolgozók is oklevelet kaptak. A központi koszorúzás a vértanúk terén volt. Előtte egy kis múlt idézés következik. Egészen kicsi gyermek voltam, én akkor hallottam először Tatabányáról és a bányáról, meg arról, hogy a Csille elszabadulása az milyen veszélyt jelent. A nagyapám unokaöccse, amikor elvették a földeket az 50-es évek végén, 60-as évek elején, rögtön a toborzók, bányász toborzóknak a kezébe futott bele, és ide került Tatabányára, és itt érte egy bányabaleset, ami következtében hamarabb haza kellett mennie, mint ahogy a nyugdíjas kort elérte volna, és ő mesélt az itteni világról. Én el nem tudtam képzelni, hogy hogyan lehet egy olyan munkahely, ahová valamiféle kassal kell lemenni, ugye a kasba mi a füvet gyűjtöttük, a kaszálékot gyűjtöttük és azt vittük. Nem tudtam, hogy milyen kasba kell beleülni és lemenni valami egészen mély helyre, ahol nincsen ablak. Ez a másik mondása volt mindig, hogy fiam, ez egy olyan munkahely, ahol nincsen ablak. Na hát én így találkoztam először a bányászattal, majd azt követően a sógorom, oroszlányi fiatalember az erőműben, a Bokodi erőműben halt meg üzemi balesetben áramütéssel. Tehát volt fogalmam arról, hogy milyen a veszélyes üzem villamosiparban, és amikor én igazából betoppantam hosszabb távra ide a Tatai medencébe, az a 30 évvel ezelőtti Márkushegyi sújtólég robbanás utáni áldozatok, maradt áldozatoknak az oroszlányi temetése, amikor több mint 20, talán ha jól emlékszem, 27 koporsó volt fölravatalozva az oroszlányi temetőben. Ezek mind megrendítő találkozások voltak ezzel az iparággal. Ezzel együtt is én itt ragadtam, és olyan mértékben ragadtam, hogy most is tulajdonképpen az iparág hátterében dolgozom, és azon dolgozom képpen, hogy Észak-Magyarországon japán együttműködésben létre tudjunk hozni egy olyan tiszta szint technológiás demonstrációs üzemet, ami lehetőséget biztosítana arra, hogy a Márkushegyi bánya bezárását követően ez a szakmakultúra és a meglévő technika az ne menjen veszendőbe, hanem az be tudjon lépni a nemzetgazdaság további szolgálatába. A koszorúzáson az országgyűlési képviselők és a városvezetői mellett a szakma képviselői helyezték el a kegyelet és az emlékezés virágait. Mindig boldog vagyok, ha fölvertem egyenruhát. Arra gondolok, hogy mindig fiatal voltam az előtt, és nyilvánvaló, hogy nagyon jó volt. Szép élet volt a bányász élet. Hány éve hordja ezt az egyenruhát? Hát ez már 27 éve megvan.